Ékes magyar anyanyelvünk napján, november 13-án tisztelettel köszöntöm az ÉRTV 124. adásának nézőit. Ezúttal is képes ajánlónkkal kezdünk. IASZ évad vége a Főnixnél. Székelyhídra ért a Rákóczi ösztöndíj program. Érsport SC. Érkörtélyes falu múzeuma. Rövid hírek. A magyar nyelv napja. A Főnix Sportklub égisze alatt működő íjászok tevékenységekben gazdag évet tudhatnak maguk mögött. Évzáró, értékelő összejövetelükön mi is ott voltunk. Szeptember 2. vasárnapján évzáró összejövetel tartott a Székelyhídi Főnix Sportegyesület íjász csapata, helyszínül pedig természetesen gyakorlóhelyüket a Stubenberg kastély alatti alagutat választották. A csapat mozgalmas évet tudhat a háta mögött, elég, ha csak arra gondolunk, hogy nemrégiben nagyszabású versenyt szervezhettek. Rövid értékelésre kértük fel az egyesület vezetőjét, Guba Józsefet. Hála jó Istennek, nagyon jól sikerült az elmúlt évünk. Azt lehet mondani, hogy ez egy jubileumi összejövetel is, ugyanis novemberbe kezdtünk tavaly, és most ugye november 8-án újra összejöttünk, és ezzel próbáljuk meg bezárni az évet. A megyei bajnokságotnak egy fordulóját sikeresen megrendeztük Székelyhídon. Azt lehet mondani, hogy olyan létszámban, ami még megyei szinten is elég ritka, hogy ilyen sokan gyűjjenek össze. Azért is kapta azt a nevet, amit meghatároztunk neki, a Bokor Tamás emlékversenyt, hogy hogyha ezzel is tudjuk ösztökélni az emberkéket, hogy eljöjjenek minél többen, sikerült. Azon kívül, ami nagyon nagy teljesítmény én szerintem a csapat részéről az, hogy a megyei bajnokságban több megyei bajnokot is sikerült avassunk, két megyei bajnokunk lett összesítésben is. A Székelyhídi területi versenyt, vagyis a második fordulót azt megnyertük csapatban, és ezen kívül még négy második helyel és kettő harmadik helyel büszkélkedhetünk, úgymond. És ez szerintem indulásnak, nekifutásnak egy nagyon-nagyon jó teljesítménynek számít. Hogy a csapat jól szerepelt az elmúlt évben, azt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az íjak szinte minden kategóriájában eredményeket értek el. A gyerek versenyzők közül említést érdemel Medve Ferenc, Tárkányi Roland, Bokor Nimród, Rusz Zsolt, Kisvirág Csenge, Tóth Gardó Sarolta és Ovlaki Biborka Fruzsina, akik az előkelő első, illetve második helyeket szerezték meg a választott versenyszámukban. A felnőttek közül Guba Kerekes Zsuzsa második, Bokor Zoltán pedig az első helyet érte el a tradicionális íjak versenyében. Hogyan tovább a következőkben? Mit terveztek jövőre? Jövőre ugyanígy szeretnénk megrendezni a második fordulót, amennyiben a megyei szövetség is hozzájárul, és ezen kívül még azt szeretnénk, hogy még legalább eggyel növeljük a megyei bajnokok számát, amihez minden esélyünk megvan, ugyanis most már nem csak tradicionális íj kategóriában fogunk versenyezni, hanem lesz egy vagy két személy, aki csigás íjjal is fog versenyezni, és ott meg lesz rá az esély, a reális esély, hogy még egy megyei bajnokunk legyen. Lehet-e még jelentkezni, hogyha valaki szeretne eljönni és kipróbálni azt, hogy milyen íjjal lőni? Mivel biztatnád azokat, akik szeretnének jelentkezni? Mindenkor, bármikor úgymond lehet jelentkezni, és én ösztökélek is mindenkit, hogy próbálja ki ezt a királyi sportot, mert ugye a királyi sportok közé van sorolva. Többek közt olimpiai sportág is. Az idéntől, vagyis a következő olimpiától kezdve úgy van, hogy a csigási is szerepel az olimpiai mellett az olimpiai számokban, tehát versenyszám lesz. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy megfogja a fiatalokat egy valamilyen szinten, mert bár nem annyira megterhelő sportnak minősül, mégis maximális összpontosítást igényel, és ezáltal szerintem fejleszti a jellemet maximálisan. A csapat teljesítménye láthatóan felfelé ível, jövőre pedig várható a folytatás, ha lehet új tagokkal bővülve. November 10-én a Székelyhídi sportcsarnokban vehették át a 0. osztályok tanulóinak szülei a Rákóczi Szövetség beiskolázási ösztöndíját. A Rákóczi Szövetség oktatási és nevelési ösztöndíj programja idén összesen 5800 diákot érint.
Így a szervezet munkatársai 3550 felvidéki, 1800 parciummi, Bihar megyei, Temesvári és Dés környéki, 100 kárpátaljai, 350 délvidéki iskolakezdőt segítenek, eljutva mintegy 200 helyszínre, ahol ünnepélyes keretek között nyújtják át a támogatást. Az ösztöndíjprogram Parciumban 2012-ben indult kísérleti jelleggel Nagyváradra, majd a következő évben már sikerült egész Bihar megyére kiterjeszteni. Célja, hogy ráirányítsa a magyar szülők figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára, megelőzve ezzel az asszimiláció folyamatát. Parciumban az idén körülbelül 1300 nulladikos kisdiák kezdte el tanulmányait, így ennyien részesülnek a Rákóczi Szövetség pénzbeli juttatásában. Ez a beiratkozási ösztöndíj, ez két lépcsőből áll. Az első lépcső, valamikor március környékén a tavasszal kaptak a diákok egy ilyen ajándékcsomagot, amelyben iskolai tanszereket, füzeteket és írószereket kaptak, valamint egy ígéretet arra vonatkozólag, hogy amennyiben a szülők magyar tanítási nyelvű általános iskolába iratják kisdiákjukat, annyiban mi most az ősz folyamán egészen karácsonyig felkeressük az iskolákat, és 10.000 forint ösztöndíjban fogjuk részesíteni a diákokat, ezért jöttünk mi most el. Esetünkben november 10-én a Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Liceumba, ahol az itt várakozó több mint 100 nulladikos gyermek szüleje támogatási szerződés keretében átvehette a személyenkénti 10.000 forintot. Az elmúlt 3-4 év távlatában, hogyha nézzük ennek az ösztöndíj programnak az eredményességét, akkor azt lehet mondani, hogy az asszimilációt és a gyermek létszám fogyást azt úgy néz ki, legalábbis a számok alapján, hogy sikerült megállítani, és egy enyhe növekedést sikerült elérni az utóbbi években. Nyilván ez nem feltétlenül csak ennek az ösztöndíj programnak köszönhető, de mi reménykedünk abban, hogy a szülőket és a diákokat tudjuk ösztönözni arra, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolát válasszák, és gyermekeik anyanyelven kezdhessenek el tanulni. A beiratkozási program mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és cégek sorakoztak fel. Ők azok, akik adományaik révén előteremtik az anyagi hátteret, amelyből a tanulmányaikat kezdő kisdiákok részesülnek. Hajdan az érmelléki sportok között igen kiemelkedő helyet foglalt el a kézilabda. Manapság is léteznek csapatok, ám sokkal kisebb hangsúlyt kap ez a sport. Az érmelléki válogatott szezonzáró mérkőzésén jártunk. Señoras y señores, atención a la campaña electoral. No se levanten del sofá, que el circo va a comenzar. Y hablan de promesas que no cumplirán. ¿Y qué más da? ¿Qué se va a acordar? Son cuatro años para poderme lucrar. ¿Y qué más da? A costa de los demás. Több éve már annak, hogy az érmelék is képviseli magát a Bihar megyei kézilabda bajnokságban, ám ezt idén sajnos már nem rendezték meg. Ám a bajnokságban szereplő játékosok nem adták fel, így Érsport Egyesület néven most kicsit más felállásban, máshol, de mégis pályán vannak. A csapat edzője Bokor Szilárd mesélt erről. A csapat az egy nevezhetnénk érmelléki válogatottnak. Szívesen használom ezt a kifejezést. A tavalyi Bihar megyei bajnokság az megszűnt, és az abból kimaradó csapatok, illetve játékosokból próbáltunk meg egy csapatot összeállítani. Hát jelenleg Albisi, Ottományi, Szalacsi és Mihályfalvi játékosok alkotják a csapatot, de nyitottak vagyunk, tehát az érmelék bármelyik településéről szívesen látunk játékosokat, főleg ha ezzel új rendületet tudnak adni csapatunknak.
A csapat edzéseket hetente két alkalommal tart a szalacsi aszfaltos pályán, vendég ellenfeleiket pedig az érseméni kézilabda csarnokban fogadják. A Hajdú-Bihar megyei bajnokságban összesen 6 csapat szerepel, így az őszi és a tavaszi szezonban is oda-vissza mérkőzéseket játszanak. Hát ez a mérkőzés egy bajnoki sorozatnak az őszi végállomása volt. 10 mérkőzésünk volt sorozatban az őszi hétvégéken, szeptember első hétvégén kezdtük, és ezzel a mai nappal lezáródott az őszi szezon. Mit lehet elmondani a teljesítményről, a csapat hogyan teljesített? Nagy lendülettel kezdtük a bajnokságot, jól is éreztük benne magunkat. Szerintem egy picit a végére elfáradtunk, leginkább fejben én azt vettem észre a két utolsó mérkőzésen, hogy nem igazán találtuk a játéknak a fonalát. Az őszi forduló utolsó mérkőzésén az Érv Sport a Hajdú-Nánási Robzol 2000 KSE2 játékosaival nézett szembe, ahol meglepetésre a mérkőzés első percében előnyhöz is jutottak. 6-2-es hazai vezetésnél Hajdú-Nánás edzője azonban időt kért, ami eredményhez is vezetett, hiszen a vendégek 31-20-ra nyerték meg a meccset. Hát az idei legfőbb támogatónk az a szalacsi önkormányzat volt. Azon kívül hát saját zsebből is bebeszállunk bizonyos dolgokba, és nagyon fontos megemlíteni az érseméni önkormányzatot Balassi József polgármester úrral az élen, akiktől nem is tudom, de ez fantasztikus gesztus volt, hogy felajánlották nekünk, illetve ideadták ezt a gyönyörű termet, hogy az itthoni mérkőzéseinket ilyen körülmények között tudjuk lebonyolítani. Az Érsport SC jelenleg a bajnokság negyedik helyén áll, ezen a bajnokság márciusban induló tavaszi fordulóiban javíthatnak majd. A Tóth család igen széles körű néprajzi gyűjteménye tárul az érdeklődők elé az Érkörtvélyesi Falu Múzeumban, ahol egykori használati és dísztárgyak széles tárháza várja a látogatókat. Előző adásunkban már láthattak egy kisebb riportot az Érkörtvélyesi Nőszövetségről, amely a jelenben napjainkban is aktív szerepet vállal a közösségi élet formálásában. Rendszeres nézőink pedig még a nyáron ismerkedhettek sorozatunk első témájával, amely a székelyhídi illetőségű Kéri Gáspárt és az általa vezetett Szalacsi Tájházat mutatta be. Most sorozatunk folytatásaként a Körtvélyesi Falu Múzeumot szeretnénk bemutatni, és azokat a lelkes embereket, akik mindezt működtetik, éltetik, hogy a jelen embere is megismerhesse a múltban itt élők hétköznapjait. Ez az épület, ez egy romhalmaz volt, és a gyűjteményt, ami a sajátunk, a feleségemmel, Tündével, ezt mi otthon állítottuk ki, de hát nem volt már hely, hogy hova tegyük, mert én ezt már vagy 25-30 éve gyűjtöttem, és főképpen a 80%-a pedig örököltük, a feleségem hagyatéka volt a nagyszüleitől. És mikor otthon bemutattuk ezeket a tárgyakat, mert oda is jöttek megnézni, meg minden, még a megyétől is, és akkor javasolták, hogy ennek nem itt van a helye, itt valahol ki kéne állítsuk a faluba. Akkor divatba is jöttek ezek a falu múzeumok, és azt mondtam, hogy ha adnak egy helyet neki, én felajánlom a falunak ezt a gyűjteményt. És akkor azt mondta az akkori polgármester, Kovács Zoltán, hogy mutassak egy olyan helyet, ami jó lenne, és akkor ő fog segíteni. És akkor én rögtön erre gondoltam, mert először is a főutcán van, akkor szembe az iskolával, jó helyen van minden, és itt ezt tudtuk, hogy ez az önkormányzati, ez a hely, és ide lehetne, csak ide sok pénz kell. És akkor itt volt, jelen volt Szabó Ödön, ügyvezetőelnök, az RMDS ügyvezetőelnöke, és azt mondta, ő segít. És akkor mondtam, hogy akkor pályázzunk rá, és tudott adni nekünk abba az akkori pénzbe adott 90 milliót tudott átutalni az önkormányzatnak, ahol öncélúan csak az épület felújítására, semmi egyébre nem lehetett használni. Mert nagyon sok segítséget kaptam a
Tájház Szövetségtől, meg Kéri Gáspár doktortól, akinek több tájháza van, és nagyon sok segítséget adott, és úgy szerettem volna ezt felállítani, hogy ez teljesen autentikus és nagyon szép legyen. Tóth Imre és felesége történelmi és néprajzi jellegű gyűjteményével ismerkedhetnek meg a látogatók, akiket a házaspár a hét minden napján szívesen fogad. A Falu Múzeum egy módosabb gazda életkörülményeit, házát és annak berendezését reprezentálja. Olyan különleges tárgyakat is magában rejtve, amelynek funkciói ma számunkra sokszor ismeretlenek. 2006-ban kész lett és akkor volt a megnyitó egy falunap alkalmával. Rengetegen tele volt az udvar, itt voltak az illusztris személyek, itt voltak, és egy igazán felkapott dolog lett, és nagyon szép, és azóta látogatnak, de nagyobb kéne is nagyobb propaganda neki egy kicsit, és meg egy kis hozzáállás, hogy más is támogassa, ne csak mi ketten a feleségemmel. Ahogyan az Érmelék más településein is, a gyűjtemény egy családi örökség részét képezik, míg annak láthatóságát az önkormányzat biztosítja. Ugyanis az épületet és környékét a hivatal jóvoltából gondozzák, tartják fent. Mint sok helyi kezdeményezés esetében, körtvélyesen is, megyei és helyi szinten is találni olyan embereket, akiknek fontos a múltbéli örökség. Jöhetnek éjjel-nappal, amikor kedvük van, és mi szívesen látjuk, és bármikor még nem volt úgy, hogy elutasítsunk valakit, és örülünk, ha jönnek. És jönnek is, olyan személyek is jönnek, még külföldről is, Debrecenből is van egy öreg elszámolott hölgy, mikor meglát, elkezdett sírni, azt mondta, mintha a szüleinek a szobáját látnám, mert mi úgy igyekeztünk a feleségemmel, hogy úgy rendezzük be, autentikusan, tehát ahogy volt, még az ágy helyét is, meg mindent úgy csináltunk, hogy az olyan legyen, hogy volt. És nagyon szeretik a látogatók, nagyon sok vízhangot hallottam, hogy érdemes eljönni és meglátogatni. És én azért mondom így a barátoknak, a gyűléseken meg, ahol találkozunk, hogy irányítsátok erre is. Mert Körtvélyes igaz, hogy a megye végén van és a szélén itt, de azért nincs még vége itt a világnak, mint ahogy egy barátom mondta, jött Amerikából és ide eljött hozzánk, és mikor itt jöttünk már a temetőnél, azt mondja, itt még nincs a világ vége, de innen már látszik, azt mondta. Na de a viccet félretéve, én mindig szoktam ezt hangoztatni, hogy érdemes eljönni Körtvélyesre, és bárhol jönnek csoportok, és látogatják a környéken a múzeumokat, mindent, én mindig mondom, hogy ajánljátok ezt is, hogy jöjjenek, mert érdemes megnézni. A gondosan kialakított és berendezett Falu Múzeumnak talán nem csak az a vonzereje, hogy abban olyan tárgyi ritkaságok is fellelhetőek, mint az a vidéken másutt nem, hanem mindehhez hozzátartozik az a lelkes idegenvezetés is, amelyet Tóth Imre és felesége tud nyújtani. Mindketten nyugdíjas éveik előtt is a közösséget szolgálták. Idegenvezetőnk matematika tanárként vonult nyugdíjba, míg felesége az orvosok munkáját kiegészítő és támogató asszisztensként kalauzolja végig a múlt értékeire fogékony látogatókat. Kolozsvári Magyar Főkonzulátus munkatársai november 10-én újra a székelyhídi ügyfelek rendelkezésére álltak, ugyanis a múzeum épületében a helyi RMDS szervezésében újabb sikeres konzuli napot tartottak. Ekkor 32 család 62 tagja adta le honosítási kérelmeit, két esetben családi állapotváltozást regisztráltak, 4 gyermeket anyakönyveztek és 19 személynek segítettek abban, hogy magyar igazolvány iránti kérelmét leadhassa. Többen vették át magyar anyakönyvi kivonataikat és már elkészült igazolványaikat is. A székelyhídi kihelyezett konzuli napon most első alkalommal foglalkoztak a hadigondozotti ellátásra jogosultak igénybejelentéseivel. Ebben az ügyben is többen érdekeltek voltak, ám még be kell szerezniük az igénybejelentéshez szükséges iratokat. Fodor Tamás konzul értékes információkkal szolgált ezekben az esetekben is. A kolozsvári magyar főkonzulátus munkatársai minden felmerülő kérdésben készségesen adtak útbaigazítást, ezáltal körülbelül 120 ügyfelet szolgáltak ki. A
A legutóbbi, múlt szombati székelyhídi babamama kör vendége Héri Brigitta, tervezett szenzormotoros tréner volt Debrecenből, akinek előadásából megtudhatták a jelenlévő anyukák, hogy hogyan segíthetik gyermekeiket tehetségük kibontakoztatásában. Brigitta vallja, hogy a kisgyermekkori, csecsemőkori, kisebb-nagyobb eltérések, lemaradások mozgásos foglalkoztatással szépen helyrehozhatóak. A szenzormotoros torna olyan speciális terápia, amelyben mozgásos feladatok által serkenthető az értelmi és szociális funkciók érése. Az előadás után személyes beszélgetésre is sor került. Az Agrárkamara és a Jazz Autós Iskola közösen közúti traktorvezető tanfolyamot szervez Székelyhídon. Az egy hónapos tanfolyam ára 1400 lej. Érdeklődni Antal Joán mérnök úrnál lehet személyesen, vagy a 0723 165 268-as telefonszámon. A tanfolyam kezdésének időpontja a jelentkezők számának függvényében alakul. A székelyhídi polgármesteri hivatal felhívja azon földtulajdonosoknak a figyelmét, akik még nem rendelkeznek birtoklappal. Tegyék le kérvényüket és igazoló papírjaikat a polgármesteri hivatal kataszteri osztályán legkésőbb 2015. november 1-jéig. Amennyiben nem jelentkeznek a megadott időpontig, akkor 2016-ban már nem lesz lehetőség a birtoklap kiállítására. Október 12-től tehetőek le a székelyhídi polgármesteri hivatal szociális ügyekkel foglalkozó irodájában a fűtési támogatást igénylő dossziék. A 2015-2016-os évben mindazon családok jogosultak a fűtési támogatásra, ahol a családon belüli egy főre eső jövedelem kevesebb, mint 615 lej, illetve ahol az ingatlan nagysága nem haladja meg városban a 10 árt, falvakon a 20 árt. Az igénylők a következő iratokat kell összegyűjtsék. Családi összetétel, amely beszerezhető a polgármesteri hivatal mezőgazdasági nyilvántartó irodájából, személyi igazolvány, illetve keresztlevél másolat a család minden tagjának, jövedelem igazolás azoknak, akik érvényes munkaszerződéssel rendelkeznek, nyugdíj és gyermekpénz felvételekor kapott kupon, a munkanélkülieknek közjegyző előtt írt nyilatkozat arról, hogy nem rendelkeznek semmilyen jövedelemmel, a Margitai pénzügyi hivataltól beszerzett jövedelemigazolás a 2015-ös évre, bármilyen hivatalos okirat, amellyel az ingatlan a család tulajdonába került. Fontos, hogy a fűtési támogatás 5 hónapra igényelhető novembertől kezdődően márciusig, ám aki novemberben teszi le kiegészített dossziéját, csak 4 hónapi támogatásra jogosult. A Királyhágó melléki református egyházkerület a Hegyközszent Miklósi strand bővítését tervezi, szeretnék még jobban kihasználni a termálvízotta lehetőségeket. A rendezési tervek első változatát a polgármesteri hivatal urbanisztikai irodájában lehet megtekinteni, valamint november 18-áig ugyanitt lehet jelezni az ezzel kapcsolatos észrevételeket. Szombaton délután 5 órától az ottományi komáromi kúriában dr. Cégényi Dóra, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem lektora tart előadást a bihari népnyelv sajátosságai címmel, abból az alkalomból, hogy ettől az évtől kezdve a magyar nyelv napja Romániában is hivatalos ünneppé vált. Minden érdeklődőt szeretettel várnak, a belépés ingyenes. Tamás Gábor jelenleg Svédországban élő, kolozsvári származású népszerű zeneszerző és énekes, erdélyi jubileumi lemezbemutató koncertturnéja november 22-én vasárnap délután 5 órai kezdettel a Székelyhídi Múzeumba ér. A bemutatandó Játsszuk el újra című lemez válogatás az utóbbi évek legsikeresebb dalaiból, ám ezeken túl tartalmaz néhány új szerzeményt is. Tamás Gábor székelyhídi koncertjére jegyek elővételben is kaphatók a múzeum jegypénztárában naponta 8 és 16 óra között, péntekenként 8 és 14 óra között. Egy belépő ára 20 lej.
Előadás előtt a helyszínen CD és DVD árusítás is lesz, melyet a koncertet követően a művész mindenkinek szívesen dedikál. Tamás Gábor koncertjei alkalmával mindig felejthetetlen élménnyel ajándékozza meg közönségét, így lesz ez Székelyhídon is november 22-én. Érezzük együtt a Dónátúti orgonák illatát, s hallgassuk a Hargitai Fecskemadár énekét. November 13-án lett hivatalos a magyar nyelv az államigazgatásban és a közoktatásban. Az RMDSZ kezdeményezésének köszönhetően november 13-án most már hivatalosan is ünnepelhetjük ékes, sokszínű anyanyelvünk napját. Egyik olasz óra során íme kérdés felmerült, hogy milyen nyelv ez a magyar, és Európába hogy került. Elmeséltem, ahogy tudtam, mire képes a magyar, elmondtam, hogy sok-sok rag van, s hogy némelyik mit takar. És a szókincsben mi rejlik, a rengeteg árnyalat, példaként vegyük csak itt, ember, állat, hogy halad. Elmondtam, hogy mikor járunk, mikor mondom, hogy megyek, részeg, hogy dűlöngél nálunk, s milyen, ha csak lépkedek. Miért mondom, hogy botorkál, gyalogol vagy kódorog, s a sétáló szerelmes pár miért éppen andalog? Mondtam volna még azt is, hát, aki fut, miért nem lohol? Mit tesz a ló, ha poroszkál, vagy pedig ha vágtázik, és a kuvasz, ha sonfordál, avagy akár bóklászik? Jó lett volna szemléltetni, botladozó, mint halad, aki slattyog, miért nem lófrál? Száguldó, hová szalad? Kívánszorog, miért nem kószál? Aki kullog, hol marad? Hogy a kutya lopakodik, sompolyog, majd meglapul, s ha ráförmetsz, elkotródik. Hogy mondjam ezt olaszul? Másik erre settenkedik, sündörög, majd elterül. Ráripakodsz, elódalog. Hogy mondjam ezt németül? Egy csavargó itt kóborol, lézeng, ődöng, csavarog, lődörög, majd elvándorol, s többé már nem zavarog. Ám egy másik itt tekereg, elárulja kósza nesz, itt kóvályog, itt ténfereg. Franciául hogy van ez? Hogy a tömeg miért özönlik, mikor tódul, vagy vonul, vagy hömpölyög, s mégsem ömlik. Hogy mondjam ezt angolul? Aki surran, miért nem oson, vagy miért nem lépeget? Mindezt csak magyarul tudom, stán csak magyarul lehet. Kedves, kedvenc, kegyes kollégáim, készséges kötelezettségeit köszönve kívánok kitartó követőinknek kellemes, káprázatos következő hetet.